A Balkány Biri Bököny háromszögben több évtizedes múltra tekint vissza a birkózás, Balkányban pedig idén 10. alkalommal rendeztek rangos utánpótlás versenyt, amelyen ezúttal határon túli fiatalok is szőnyegre léptek. Magyarország, Horvátország, Ukrajna és Szerbia képviseletében 14 csapat több mint 250 tehetsége mutathatta meg tudását a jubileumi viadalon. A megyei válogatottat a fentebb említett három település, valamint Nyíregyháza birkózói alkották. Minden település önkormányzat támogatja a birkózó sportot ezeken a településeken. Azt kell mondjam, hogy Nyíregyházán nem a súlyának megfelelően támogatják, ezt némi panaszként is mondjuk, de ezekben a kisebb városokban, mint ahol most is vagyunk, Balkányban, komoly támogatottsága van a birkózó sportnak, és hát mindenütt a helyi vállalkozók odállnak a birkózó sport mellé. Ma azt kell mondjuk, hogy a megyében is nagyon nézszerű, az országban is elég nézszerű a birkózás ahhoz, hogy támogassák és támogatókat találjunk rá. A megyébe gondolkodunk, most jártunk már Biriben, egy nagyon komoly nevelőintézet van, ahol közel 4000 gyerek van bent ebben a nevelőintézetben, hátrányos helyzetű gyerekekről van szó. Itt már van egy kis birkózó szakosztály, már megvetettük a lábunkat, és épp itt a helyi edzővel, kollégával, Kémeri Feri bácsi, aki 40 éve van a birkózásban, épp vele beszélgettünk, hogy hogy kellene még bővülni, bővíteni, milyen úton, módon, és hát meg kell mondjam őszintén, mindenféle csert és mindenféle cserszerűs bedobunk, hogy közelebb jussunk, és becsaljuk a gyereket a birkózó terembe, mert nagyon fontos, hogy ide jöjjenek. A jubileumi versenyen nem csak a mezőny volt rangos, hanem a helyszín is méltó volt a rendezvényhez. Tavaly megépült a 500 millió forintból a sportcsarnokunk, ez lehetőséget arra, hogy ezt a sportcsarnokot kihasználjuk, akár birkózó, akár más sportesemények rendezésére is, és nagy örömünkre szólva, hogy Balkányban most már ez a sportcsarnok lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk magunknak az országnak is. A 26 kg-osok között bronzérmet szerző Bakó István már gyerekként megtapasztalhatta, hogy mivel jár egy birkózó élete. Az osztályban én vagyok a legerősebb, meg mindenki szeret, mert meg anyukám megdicsér, meg apukám, mert első, második, meg harmadik helyezetet hozok haza. A megyebeli birkózók közül Gilányi Alex, Gilányi Gergő, Lovas János, Pásztor László, valamint Vadász Rihárd a dobogó legfelső fokára állhatott fel, és a csapatversenyben is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válogatott végzett az élen.